Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a filmben a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok láthatók. Stalingrád modern, példaértékű város volt. Az 1941. június elejé szovjet hírekben ügyesen színezték ki a valóságot. Azt mutatták, hogy az emberek boldogok, bíznak a 39. augusztusában kötött szovjet-német békében. De a virágzó iparvárosból véres csatatér a II. Világháború fordulópontja lett. Stalingrád. Első rész. Egy lépés se hátra. Stalin tudta, hogy elkerülhetetlen a németek elleni harc, de remélte, hogy diplomáciai eszközökkel elhalaszthatják 1942-ig. Nem is figyelt kémei jelentéseire. Ám 1941. június 22-én Hitler figyelmeztetés nélkül megindította inváziós villámháborúját. A szovjet gépek fel sem tudtak szállni. Már a földön megsemmisültek. A Vörös Hadsereg összeroppant az első hetekben. Több ezer tankot és több százezer embert veszített. A vezérkar a 30-as évek tisztogatásai miatt tapasztalatlan tisztekből állt. A párt megdöbbent alkalmatlanságukon. Stalin július 3-áig várta beszédével. Elvtársak, polgárok, testvéreim, seregünk és tengerészetünk harcosai. Stalin Churchillhez hasonlóan vért, verejtéket és könnyeket ígért. A németek megszállták otthonukat. Ideológiai és faji háború volt ez. Ők voltak az urak, a szlávok pedig a szolgák. Vasilij Grossman a Vörös Csillag nevű katonai újság tudósítója volt. Ezt írta Élet és Sors című önéletrajzi ihletésű könyvében. Az emberek sírnak. Akár az úton, akár az árkoknál vannak. Amint megszólalnak, sírva fakadnak. És ettől mi is. Rettenetes.
A falvakat kifosztották és felégették. A zsidókat és a kommunistákat megölték, a férfiakat elhurcolták. Ha pedig a földeket nem a németek gyújtották fel, akkor a hátráló szovjetek. Ezzel is feltartották az ellenséget. Grossman elhagyta a leigázott Ukrajnát, és attól félt, nem látja többé a berdicsivi zsidó gettóban rekedt édesanyját. A Henkelek és a Junkerszek éjszaka repültek. Rajokban szelték át az eget. Csak őket lehetett hallani. A bombázásuk fűsiketítő volt. Lángoltak a falvak. Azt hittem, tudtam, mit jelent a visszavonulás, de valójában nem is sejtettem. Olyan, mint a bibliai kivonulás. Nem patak, nem folyó, hanem egy lassú óceán. Kijev, Minszk, Szmolenszk, a balti államok, Fehér Oroszország és Ukrajna nagy része is elesett. Leningrád az októberi forradalom városa ostrom alatt állt. Szeptember végén pedig Moszkva következett. Hitler azt parancsolta, hogy tüntessék el a várost a földszínéről, és alakítsanak ki egy nagy tavat a helyén, amely a bolsevikok legyőzését jelzi. Szovjet részről hatalmas fegyvertény volt, hogy sikerült az ipart keletre áthelyezniük. Csak Moszkvából 500 cég és 200 ezer munkás ment el 71 ezer vagonnal. Európa és Ázsia határán a Volga mellett feküdt Sztálingrád, amelyen át északra szállították az olajat. A város büszkesége a Dzerzsinszki traktorgyár volt, amelyben immár tankokat raktak össze. Hitler egyelőre nem tervezte a fronttól 1000 kilométerre fekvő város megtámadását, amely fegyver és lőszergyártásával sokat segített a seregnek. ...1941. októberében egész Moszkvában kitört a pánik. Még a Kremlben is. Az ellenség pár kilométerre volt, el kellett aknásítani a várost. Beleértve a Bolsoj színházat és a metrót is. Sztálin és a Stavka a főhadiszálláson maradt. Ha Moszkva elesik, az emberek is meghalnak. Nem történhet meg az, ami Párizsban. Grossman átjutott az ellenségen és megérkezett a fővárosba. A szerkesztő haza akarta küldeni. Nem tudta, hogy az a rész már német kézen van. Teljes volt a káosz. Október közepén a legtöbb minisztérium és pártszervezet székhelyét áttették Kujbisevbe. Sztálin ostromállapotot hirdetett. Szükség esetén az állam fellép a dezertőrök és a panaszkodók ellen, több hivatalnokot pedig kivégeztek. Josif Stalin, 1941. november 7-e. A szovjet rezsim 25. évének elején járunk.
A háború jelentősen lassította, egyes helyeken megállította a terjeszkedést. Most csak ezzel törődjünk. Az egész országnak támogatnia kell a Vörös Hadsereg és a haditengerészet tevékenységét. A forradalom évfordulóján hagyományos felvonulást ezúttal a Majakovszki metroállomáson tartották. Sztálint hű emberei vették körül. Beria a titkosszolgálat vezetője és Molotov a külügyminiszter. Az emberek tapsoltak, de mindenki tudta, hogy a németek már karnyújtásnyira vannak. A forradalom és Lenin említésére a katonák azonnal a frontra indultak a Vörös térről. Sztálin behívta Zsukov tábornokot, akit a polgárháború előtt és alatt képeztek ki. Ő megúszta a nagy tisztogatásokat. Leningrád megvédése után most Moszkvát kellett megmentenie. Mozgósította a szibériai katonákat. Sztálin korábban attól félt, hogy a japánok megtámadják a Szovjetunió keleti részét, de most már nem törődött ezzel. Maga köré gyűjtötte tábornokait. Biztosra vette, hogy Hitler célpontja csakis Moszkva lehet. A tél beálltával a hőmérséklet mínusz 20 Celsius fok alá esett, ami véget vetett a villámháborúnak. Lassú harc dúlt a nagy hidegben. A szovjetek fokozatosan felőrölték a Moszkva körül kialakult gyűrűt. Decemberre megmentették a várost. Miután elolvadt a hó, eltemethették a halottakat. A tavaszi olvadás miatt a németek nem tudtak haladni a nagy sártól. A szovjetek fellélegezhettek. május 1942 Sztálingrád. május 1. Sztálin szokásos beszéde optimista volt. Bejelentette az 1942-es diadalt és azt, hogy saját földjükön győzik le a németeket. Úgy tűnt, az emberek hittek is ebben. Grossman a Nép halhatatlan címmel írt új könyvet. A cikkek reményteljesek. Az emberek élik az életüket. A hadigazdaság stabil. A brittekkel és az amerikaiakkal kötött szövetség ígéretes. május 12-én a tábornokok figyelmeztetése ellenére Sztálin vissza akarta foglalni Harkovot, a Szovjetunió negyedik legnagyobb városát. Több mint 700 ezer szovjet tartott a németek főgyülekezési helyére. A nácik azonban várták őket. A szovjetek csapdába estek.
Luftwaffe a Krím felől érkezett. A szovjeteknek nem volt elég nehéz fegyverük, de hősiesen küzdöttek. Több tízezren haltak meg. A holttestek a németek előtt hevertek. 10-ből 9-en odavesztek. A polgárháború óta komisszárok irányították a sereget. Kivették a részüket a vereségből is. Azért veszítettünk, mert nincsenek térképeink. Épp úgy, ahogy repülőgépeink sincsenek. A kamerák a visszavonulást is rögzítették. Hogyan mondjam el az embereknek, hogy Sztálin velünk van? Hogy Napóleon elbukott? Hitlert és a tábornokait pedig mi öljük majd meg? Friedrich Paulus, a 6. hadsereg parancsnoka, az 1. páncélos hadsereg segítségével 240 000 hadifoglyot ejtett Harkovnál. Szinte mind meghaltak. Ő támadta meg Stalingrádot. Alexander Vers, a Sunday Times tudósítója a Jeges-tengeren érkezett egy olyan konvojjal, amelyet német tengeralattjárók és hadihajók veszélyeztettek. Brit állampolgár volt, de Szentpéterváron született. A vihar szívébe tartott. Az emberek a háború kitörése óta most először dühösek Churchillre. Ha mi győzünk, azt csak a szovjeteknek köszönhetjük majd. Ahogy azt is, ha abba marad London bombázása. A szovjeteknek sokkal több emberük volt, mint a németeknek, de 42 tavaszára még nem sikerült pótolniuk a 41-ben elvesztett repülőket, tankokat, teherautókat és ágyúkat. Mérnökök, munkások, nők és gyerekek is dolgoztak önkéntesként. A sztálingrádi traktorgyárból átalakított üzemben megkezdték a legjobban irányítható tank, a T-34-es tömeggyártását. A párt összekötötte a munkásokat és a katonákat. A közelben képezték ki a harckocsizókat. Még maga az üzem is gyűjtött pénzt a tankok előállításához. A munkások éppen olyan büszkék voltak a harckocsikra, mint előtte a traktorokra. Sokan jelentkeztek a páncélos ezredekhez. június 1. A Blitzkrieg alapja a meglepetés ereje volt. Hitler lehetőségei már sokkal korlátozottabbak voltak, mint 41-ben. A német halottak és sérültek száma elérte az 1 milliót. A szovjeteknek viszont bőven volt tartalékuk. Hitler nem indíthatott több offenzívát egyszerre, a győzelem megszerzéséhez pedig forrásokra volt szüksége. A kaukázusi olajat akarta. Hitler kijelölte a nyári hadjárat fő célpontjait, a Krímtől a Donig és a kaukázusi olajmezőkig, de többször is meggondolta magát.
végül két irányba tervezett támadást, délen Grozny, északon Stalingrád felé. El akarta vágni a Volgát, hogy megszerezze az olajat. Reichel őrnagy, a 23. páncélos hadosztály tisztje, a biztonsági előírásokat megszegve vitte magával a kék hadművelet nevű offenzíva terveit. Gépét lelőtték, a terveket pedig átadták a Stavkának. Stalin azonban úgy vélte, ezek hamisak, és Hitler célpontja továbbra is Moszkva. A németek viszont megindították az offenzívát. Június 28. A szovjetek számára ezek a vereségek rosszabbak voltak, mint a 41-esek. Az emberek nem tudták, meddig vonulhatnak még vissza. Szörnyű por ez, a menekülés pora. A menetelő katonák arca semmivel sem élénkebb, mint a teherautókon fekvő sebesülteké. A nagy nemzet, nagy serege hátrál. Látja az eget? Kérdezi tőlem egy nő. A gólyák délre repülnek. És mi hova menjünk? Ha te nem ölöd meg, más nem teszi meg helyetted. Bevetették Szimonovot, a Szovjetunió fő költőjét, Sosztakovicsot és Gilelszt, a zongoristát is. A haza veszélyben volt. A közemberek és az értelmiségiek két egyformán erős érzést éreztek, szeretetet országuk és gyűlöletet a németek iránt. Félhették, tisztelhették, szerethették vagy gyűlölhették, egyértelmű volt, hogy a hazavédelme Stalin felelőssége. Július 28. Szovjet katonák egy lépést se hátra. Stalin július 28-án adta ki a 227. rendeletet, amikor mélypontra jutott a harci kedv. Kimondta, hogy a bukás nem a politikusok, hanem a sereg lelkén száradna. Ezért minden katona legyen felelős a tetteiért. A hírt a komisszárok jelentették be. Sokkolta a katonákat. Ha valaki gyáva vagy pánikba esik, a helyszínen kivégzik, vagy olyan zászlóaljba kerül, amelyet öngyilkos bevetésre küldenek. Büntető osztagokat hoztak létre, hogy lelőjék a dezertőröket és az árulókat. Thank you.
Stalingrád. A vereségek után a vezérkar, a Stavka átszervezte a sereget. A Volgától már nem hátrálhattak. Stalin rájött Hitler tervére, de túl késő. Malenkov Stalin egyik bizalmasa tett rendet a fronton. Kirúgta a régi tiszteket, és újakat nevezett ki. Nyikita Hruscsov volt a legfőbb politikai népbiztos, Jerjomenko pedig a frontot irányította. Ezer civil épített barikádot, ásott árkokat, alakított ki lő- és légvédelmi állásokat a városban és környékén. Mozgósították a milícia 11.000 főt számláló 80 zászlóalját az esetleges német ejtőernyősökkel szemben. A kórházakban maguk a nővérek adtak vért. Sosem volt elég. Amikor a háború során háromszor megsérült Jerjomenko megérkezett a városba, látta, hogy még nem áll készen. Attól félt, hogy a németek egyszerre támadnak nyugatról és délnyugatról. Július második felében került sor a leghevesebb harcra, a Volgától 65 kilométerre található Donkanyarban. Hitler úgy döntött, nem elég, ha Paulus csak a Kaukázusra koncentrál. El kell foglalnia a Stalin nevét viselő Stalingrádot is. Az Urálból megérkeztek az NKVD tisztjei, hogy átvegyék a milícia és a Volga forgalmának irányítását. Stalingrádtól 80 kilométerre. Jól emlékszem, mi történt legutóbb. Egész éjjel dolgoztunk az iskolában, ahova a sérült civileket vitték. Másnap reggel hátrálnunk kellett. A németek eközben lelőtték a sebesülteket. A pártagokat pedig az iskola előtt felakasztották. A harcmezőn teljes volt a káosz. Augusztus 14-én a németeké volt a Don térsége. Egyszerre támadtak délről, északról és nyugatról. A szovjet tisztek kétfedelű gépekről szervezték csapataikat. A németek legyőzhetetlennek tűntek. Augusztus 12. Moszkva. A brit miniszterelnök Winston Churchill titokban meglátogatta Stalint. Később ezt írta. A Kaszpi-tenger felett repülve elgondolkoztam, mi vár rám ebben a gonosz bolsevik államban, amelyet próbáltam megfékezni.
Addig küzdünk kéz a kézben, mint elvtársak és testvérek, amíg teljesen el nem pusztítjuk a náci rezsimet. A szovjetek kettes számnak hitték Churchill győzelmi V betűjét, és azt hitték, a második frontra utal. Churchill nem hitt a vörös hadseregben. Féltette a brit birodalmat, különösen Indiát. Egy közös német-japán támadástól tartott. Churchillt Roosevelt nevében Everell Harriman kísérte el. Az amerikai elnök májusban elfogadta azt a javaslatot, hogy 42-ben megnyissanak egy második frontot. Molotov tudta, hogy ez már nem opció. Alexander Verst tájékoztatása szerint londoni útja során Molotov azt mondta Churchillről, hogy erős ember, de nem lenne jó kommunista. Stalin megértette Churchill globális gondolkodását, de számára a második front volt a legfontosabb. 40 német hadosztályt kellett visszaszorítani a nyugatra. Dühöngött. A németek nem tartottak a nyugati fronttól, és növelték a nyomást keleten. A 161. páncélos hadosztály átkelt a Donon Kalacsnál, és már csak egy napra volt Stalingrádtól. Grossman Moszkvából Stalingrádba ment. Autóval tette meg az utat. A következő megfigyelést tette. A falvakban a nők irányítanak. Ők adnak nekünk ételt és fegyvert. Mi, a férfiak pedig, a munka másik felét végezzük. Küzdünk. Minden erőnkkel küzdünk. August 23. Stalingrád. Az utolsó tankokat a traktorgyárban tárolták. A tetőn az államvédelem emberei őrködtek. Délután 3 óra van. A piacon nagy tömeg. A gyerekek a mozinál gyülekeznek. Váratlanul megszólal egy hang a hangszóróból. Figyelem! Légitámadás!
füst és a por eltakarta a napot. A föld megremegett. Mindenfelől sírás hallatszott. Repeszek és kövek hullottak az égből. Stalingrád lángol. Lángol Stalingrád. A város kihalt. Az emberek elbújtak. Minden elégett. A házak égő falai olyanok, mint az emberek, akik a szörnyű hőségben lelték halálukat. A gyerekek bolyonganak. Sokan megőrültek és nevetnek. Olyan ez, mint Pompej pusztulása azon a napon, amikor pezsgett a város. A Luftwaffe 1600 repülést hajtott végre egy nap alatt. A bombázás egy hétig tartott. Sokak szívében rettegés támadt. Szemükkel pedig a Volgát pásztázzák. Úgy érzik, nem nekik kellene megvédeniük a folyót, hanem a folyónak őket. Fontos nekik a város sorsa, de félelmeik megnehezítik a védekezést. Csendben a megadást fontolgatják. A német 6. hadsereg augusztus vége előtt elérte a Stalingrádtól északra fekvő Rinokot. A náci tisztek a Volgát nézték. Elérték Európa végét. A szovjeteknek a folyó Oroszország végét jelentette. Azon túl már nem volt emberük és gabonájuk. Ha itt nem tartanak ki, az egész ország összeomlik. Zsukov parancsnok elindult a frontra. 3 tartalékos serege volt, de messze jártak. Sztálin azonnali támadást rendelt el. A 62. és a 64. szovjet hadsereg az utóvédjeit feláldozva visszahúzódott a városba. Az öngyilkos szovjet rohamok ellenére a németek egyre előbbre nyomultak északon. Onnan nem érkezhetett szovjet erősítés. Talenszkij tábornok szerint Stalingrád környékén főleg faházak vannak.
Ha azok leégnek, a vörös hadsereg nem tarthatja tovább a területet, ezért a téglából és kőből épült házakhoz kell visszavonulniuk. Tehát a város körül sietősen kialakított védelem semmit sem ért. És tartani sem lehetett. Amíg a harc a külvárosban dúlt, a város népessége nőtt. Grossman is ott volt. Hol van a férje? Kérdeztem. Ne szomoríts el anyukámat ezzel a kérdéssel, mondta a kisfiú. Bátran küzdött, de megölték, felelte a nő. Stalingrád 450 ezeres lakossága pár nap alatt megsokszorozódott az ide érkező menekültek miatt. Stalin megtiltotta, hogy elvigyék a gyárakból a felszerelést. Az emberek nem adhatják meg magukat, és nem menekülhetnek el. Több egységnél pánik tört ki. Az egyik parancsnok a tizedelés módszerével büntetett, felsorakoztatta embereit, és minden tizediket megölte. Tényleg egy lépést sem lehetett hátrálni. Az NKVD osztagai 13.500 katonát végeztek ki Stalingrádnál. A németek is megölték a foglyaikat. Szeptember 10-én a 48. páncélos hadtest a várostól délre elérte a Volgát. Stalingrád védői így csapdába estek. Csak egy része volt a Volgának, ahonnan erősítés és ellátmány érkezhetett. Hitler ünnepelt, csapdába ejtette a patkányokat. A német álom, hogy a Volga ne Európa, hanem a birodalom határa legyen, beteljesülni látszott. Alexander Vers ezt írta Moszkvából. Az aggasztó hírek ellenére furcsa módon semmi sem változik Moszkvában. A lányok festik a körmüket, az emberek táncolnak, sétálnak, moziba mennek. Bármilyen rossz is a helyzet, úgy érzem, valami nagy dolog történik majd Stalingrádnál. A szovjetek elvesztették a Stalingrád külvárosában dúló csatát. A város 80%-a megsemmisült. Már nem csak a seregben, hanem a civilek közt is káosz volt. Azonban a németek a tudtukon kívül olyan terepet alakítottak ki, amelyet a szovjetek jól tudtak használni. A védők elrejtőzhettek a romok között, és olyan csatára késztethették a nácikat, amilyenben még nem volt részük. Utcai harcokra. Stalingrád ugyan szenvedett, de nem adta fel. Folytatása következik. Második rész, a patkányok harca. Narrátor Kassai Károly,
Munkatársak Tóth Mátyás, Szalkai Lőrinc Ágnes, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Erzsi Csilla, Hegyi Eszter. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.